Az első nyíregyházi Lions Club idén októberben immár 15. alkalommal rendezte meg jótékonysági báját a megyeháza dísztermében, és a bevétel jelentős részét hagyományosan a József András oktatókórháznak adományozzák. A Nemzetközi Lions mozgalom elsősorban a látássérülteket támogatja. Az első nyíregyházi Lions Club 15 évvel ezelőtt a gyerekszemészeti osztály támogatta. Azóta ez a kör kibővült, hiszen minden tavasszal van egy egészségnap, egy Lions Day, ahol az, osztály külön, az kórház különböző osztályai segítséget nyújtanak nekünk mindenféle szűrőprogramok megvalósításában. És így az első nyíregyházi Lions Club a minden ősszel megrendezendő báli bevétel, egy jókora részét a kórháznak ajánlja fel. A Lions Club soros elnöke hünnepélyes keretek között adta át a félmillió forintos adományt jelképező táblát a megyei kórházak főigazgatójának. Dr. Adorján Gusztáv klub tagjait tájékoztatta a Töm kórház projektről, valamint az intézményt érintő fejlesztési beruházásokról. Hangsúlyozta, a kórház minden adományt szívesen fogad, amelyeket a betegek gyógyítására fordítanak. Ezt az adományt a Lions Club meghatározza mindig, hogy milyen célterületnek adjuk át gyakorlatilag. Ebbe az évben ez most a fülorgégészet, szemészet, diabetológia, zajanna és az ortopédiai osztály lesz, akik fognak ebből az adományból részesülni. Az első nyiregyházi Lions Club a jövőben is folytatja jótékonysági munkáját. Újra megrendezik majd az egészségügyi szűrőnapot, a hagyományos bált. Az ifjúsági tagozatuk, a leók pedig meséléssel teszik szebbé a gyermekosztályon gyógyulók hétvégéit.